A látás hónapját a Magyar Látszerész Szövetség és az optikus szakma indította útjára azért, hogy felhívják a lakosság figyelmét a szem egészségének megőrzésére, hiszen a látás nagyban befolyásolja az életminőséget. A modern élet próbára teszi a szemet, hiszen az emberek sokat ülnek monitor előtt, sokat nézik a tévét, ebből adódóan kevesebbet pislognak. Ez mind károsítja a szemet. Minden októberben a látás egészségének megőrzése érdekében különböző akciók fogadják azokat, akik tenni szeretnének szemükért. 15 éve minden októberben elindul ez a kampány, és a legfontosabb jelentősége az, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a látásvizsgálat fontosságára. Főleg ilyenkor ősztől kezdődően megváltoznak a fényviszonyok és a látásviszonyok. Ezek is különösen befolyásolják azt, hogy hogyan tudunk közlekedni nap mint nap, vagy hogyan látunk, és mi emiatt indítottuk ezt a kampányt, ezt a szakmai kampányt, hogy mindenki évente legalább egyszer meg tudja nézetni a látása készségét és a személy egészségét is. Ez azért különösen fontos, mert nem csak a látásról beszélünk ilyenkor, hanem olyan speciális háttérszembetegségeket is fel tudunk deríteni, amelyek csak lassan, hosszú idő alatt alakulnak ki, és nem is minden esetben okoznak panaszokat. A szakemberek szerint a magyar lakosság 70%-át érinti valamilyen szemmel kapcsolatos elváltozás. A szem leggyakoribb megbetegedései között tartják számon a szakemberek a rövidlátást, amely általában már gyermekkorban jelentkezik, és a lakosság több mint 15%-át érinti. Ahogy az ember korosodik, úgy jön elő a köznyelvben pluszosságnak nevezett probléma, amikor már olvasó szemüveg használata javasolt. A szakember azt mondta, a gyerekeket, ha nincs korábban gond, 2 éves koruk körül érdemes elvinni szemészhez, főleg akkor, ha valamelyik szülőnél van látás probléma, vagy ha észlelik a kicsin, hogy egyik szemével kancsalít. Ezt ugyanis 6 éves korig lehet korrigálni úgy, hogy később ne alakuljon ki miatt a tompa látás. A látás hónapja keretein belül egész októberben lehetőségük van az embereknek arra, hogy az ország valamelyik az akcióhoz csatlakozott optikájában részt vegyenek egy rutinvizsgálaton. Ahol problémát észlelnek a szakemberek, felhívják a figyelmet a további tennivalókra.